Olyan nincs, hogy valamiből csak a jót szedett ki. 2 éves korodban el kellett szakadnod egy időre édesapádtól. Ó, ennek jól utána néztetek. Bebörtönözték az apát. Erről nem szoktam beszélni, mert ez tényleg egy ilyen temetetlen múlt. Temetetlen? Igen. Volt alkalmad a szüleid, anyukáddal mondjuk ezekről az évekről beszélgetni? Már felnőtt fejjel, vagy nem volt? Ez nem volt téma. Uh-huh. És amikor már feltettem annak kérdést az apának, addigra ő már nem volt. A három igazság mai vendége Détár Enikő. Üdvözlünk, szeretettel. Tudheted el majd, hogy milyen sorrendben haladjunk a borítékokkal. Így van, és minden boríték megválaszolására 7 percet adunk, amit a Tomi mér, és hát ott van a te borítékod is, amit az adást megelőzően megírtál. Jön majd a ráadás, nekünk. És azt mi mindig nagyon várjuk, nem? Ugye ezt mondhatom mindannyiunk nevében. Igen, igen, abszolút. Na, melyikkel kezdjük? A pirossal. Pirossal. Edinka. Ó, de jó. Remélem, te is izgulsz, mint én. Na, nézzük. Én csak egy picit. Mi az igazság? Hogy kezdődött az életed története? Hú, nekem megszületni volt nehéz. Az anyukámnak azt mondták, hogy nem lehet gyereke, 3 babát veszített el előttem. És ilyen fél időtájt, ami azért ugye így, én 64-ben születtem, tehát ez 60-tól kezdődött, és... Olyan hálás vagyok az anyának, hogy ezt ő így nem... Na, most mindjárt, tényleg, hogy ezt nem adta fel. És a nagypapám, ő erős dohányos volt, Antalnak hívták, és amikor a harmadik baba is meghalt, elveszett, akkor letette a cigit. És amikor megszülettem, hát az egy ilyen kisebb fajta csoda számba ment. Anyukám pedagógus volt, apukám, ő agrármérnök. A anyának egyébként voltak színészi énekesi ambíciói, úgyhogy konzét is végzett. Fú, most ezzel így megfogtatok, tényleg. Igen. Szóval köszi, anya. Itt van egy zseb. Kegyetlenek vagytok. De nem, azért nem, 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 nem akartunk azt mondani. Ez még csak a preambulum volt. Na, de nyugodtan. Tényleg, és olyan hálás vagyok, és én egyébként születetten egy boldog ember vagyok. Persze, roppant érzékeny, és ahogy öregszem, nagyon érzékeny vagyok, ami jó a színpadon. De a civil életben. Nem mindig. Van, amikor kell, de meg vagy ajánlott. Na, ennyi. Megszületik a kis Enci. Igen. És aztán 2 éves korodban el kellett szakadnod egy időre édesapádtól. Ó, ennek jól utána néztetek. Igen, mert amiről egyszer beszélsz, az már nem maradt titokban, csak nem néztek. Igen, nézd. Az anyukám, ő egy, ott még nemesi címek, és nem tudom mi anyajágon. Az apukám, ő árva gyerek. Volt, 5 éves korában meghalt az anyukája, amikor 5. gyerek született volna, mindegy, a családi legendárium szerint vérmérgezésben, hogy ne szülessen meg az 5. gyerek, ezt nyilván tudtuk a sorok között olvasni, és akkor a 3 fiúgyerek volt, és egy kislány, és ha úgy döntött a család, hogy Szentesről Tanyára, hogy az apámat, édesapámat passzolják. Messziről jövök, de majd mindjárt elmondom, hogy miért, és a kis húgát. És a 2 középső gyereket ítélték értelmesebbnek, jobbnak, szebbnek. És az én apukám, aki egyébként egy nagyon okos és gyakorlatias ember is volt, őt az a rendszer, hiszen apa 25-ben született, tehát én késő gyerek vagyok, tehát az apukám, ő káder gyerek lett. Ezt amikor osztályunk, ez nagyjából tudja már, hogy ez mit jelent. Tehát kiemelte az akkori rendszer. De ennek ára volt. Apa a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végzett, és ő akkor már divszitkár lett. Ami, nézd, olyan nincs, hogy valamiből csak a jót szedett ki.
ugye ő 35 évesen diplomázott, akkor volt ez a szakérettségi, és gyakorlatilag az apa kutatómérnök akart lenni, és voltak, tehát hogy voltak olyan kísérletek, amiben ő kimagasló volt. És én kaptam az ő egyetemi társaitól levelet, hogy soha sem élt vissza a hatalmával. Viszont az apa egy ilyen iszonyú jó indulatú, jó szándékú pasi volt, és az ő jó szándékával viszont visszaéltek, és őt válságmenedzsernek használta az a rendszer. Ami azt jelentette, hogy nem mint a diplomaták, hogy országról országra, faluról falura, szalállásra ítélt TSZ-ekbe kellett mennie, és azt fellendítenie. És ott, erről soha nem beszélt a család, tudott, csak gyerekként hallgatóztunk, mindegy, az apa vitt el egy balhét, és bebörtönözték az apát. Ekkor voltál te 2 éves? 2 éves, igen. És akkor előzetesből kijött, akkor ugye megfogant a húgom, aki szegény, ahogy született, hogy akkor az apa börtönben volt. És az anya azért, hogy el tudjon tartani, mert minden pénzügyvédre ment el, meg mindenre, akkor hát én már 2 éves koromban óvodába kellett járni, és viszonylag hamar szobatiszta lettem. A húgom pedig, ugye akkor 5 hónapig lehetett valaki, nem is tudom, minek hívták, szülési szabadság, ilyesmi, és a húgom az meg elkerült Nagyékhoz. És aztán innen Bezsenyről, amikor az apát kiengedték, akkor őt rehabilitálták, és utána mentünk Ostorosra, aztán Kerecsendre, szóval elég bonyolult volt. Te hány éves voltál, amikor visszakaptad az apukádat? Talán 4. 3,5-4. 3,5-4. Nincs az apáról, képzeljétek el, bocs, hogy olyan emlékképen van, hogy a kisgyerek úgy emlékszik, hogy ez egy nagy ház volt. Szolgálati házakban éltünk mi mindig, tehát akkor abban a rendszerben ez adott volt. És én mindig úgy emlékeztem, hogy fú, az de nagy ház, és mindig hideg volt arra, hogy csak egy szobába volt fűtve. Ugye az anya csúró volt, és arra emlékszem, hogy én az anyával alszom egy szimpla ágyban, és van egy kisbaba. Tehát az én... Ő a húgod. Igen. Na, szedd össze magad, babuci. Igen, és nézd, az én első... Erről nem szoktam beszélni, mert ez tényleg egy ilyen temetetlen múlt. Temetetlen? Igen. És miért temetetlen? Nem volt... Mert nem akarok ennél mélyebbre menni. És volt alkalmad a szüleid, anyukáddal mondjuk ezekről az évekről beszélgetni? Már felnőtt fejjel, vagy nem volt elől? Ez nem volt téma. Uh-huh. És amikor már feltettem annak kérdést az apának, addigra már nem volt. Akkor voltál 16? Igen. Tehát az a eleje nem volt egyszerű. Valóban. Viszont a kamaszkor közepe, mert a 16 éves ugye az a telibe kapja a kamaszkort. Igen. Akkor elvesztetted az apukádat. Igen. Fú, én nem tudtam, hogy ide jövök. Gyerekek. Nem tudtam, hogy ennyire mélyre megy egy ilyen kérdés. Na. Robogjunk tovább. Jó. Mert egyébként meg életnek hívják. Vannak annak jó és kevésbé jó momentumai. Elugrok a végére. Azt is olvastam, miközben készültünk erre a beszélgetésre, hogy egyszer csak az édesanyád, azt hiszem 65 évesen, elköltözött Floridába. Igen. És akkor te mennyi voltál? Mert hogy nem voltál korai gyerek, ugye? Nem, de 36 voltam. 36 voltál. Igen. És ez hogy jött? Hogy történt? Fú, hát úgy, hogy az anya, mikor ugye az apát elveszítettük, még 80-ban, akkor ő, hát utána ugye elkezdett élni, maradjunk ennyiben, aztán férjhez ment megint, aztán megint megözvegyült. Az a házasság egyébként is egy fantasztikus ember volt,
az a barátságról szólt, és a egymásra utaltságról. És aztán nekem Amerikában él a keresztanyám, meg az unokanővérem, Miami-ban, Floridában. Egyébként én dobbantani akartam hozzájuk, 19 évesen csak szerelmes voltam, és a gyerekeim apja meg ebben az országban akart maradni. De az anya időnként kiment az én keresztanyámhoz, meg a unokanővéremhez, és ott bemutatták a Dodinak. És aki egy roppant erős özvegy ember volt, magyar származású, még 45-ben vándorolt ki, és tehát a két kis öreg így egymásba szeretett, és ott elkezdtek randizgatni Miami-ba, és az anya, hát ne haragudjatok, ha kiadlak benneteket, meghosszabbította a kint tartózkodását, és maradt még keresztanyáméknél, hogy randizgathassanak. És ilyen elég hamar össze is bútoroztak ott még a nyáron, tehát mondhatok, hogy már annyi idő nincs, hogy hoztak, hogy évekig úgy most már. Mert hogy úgy ízé, a Stefan örömmel. De érted, akkor már nincs idő, hogy mozi, meg múzeum, meg mit tudom én. Hát imádom egyébként ezt a történetet. És akkor az anya is mesélte, hogy volt, hogy képzeld el, hogy fiam, hogy dudáltak ránk, hogy csókolóztunk. ez imádom. És akkor az anya hazajött, az anya nyugdíj után is tanított akkor már itt a fővárosban, és a Dodi az minden nap telefonált Amerikából. És egyszer csak az anya azzal állt elém, hogy hát figyelj, ő azt mondja, hogy menjek ki, és hogy hagyjam ott az állásom, és mondtam, hogy anya, let's do it, menj, persze, csináld. És mondtam, hogy végig, anya, csak egy tanács. Annyi pénz, ami egy repjegyre kell, meg az útleveled, az mindig legyen nálad. És biztos, ami így biztos. Bízunk a férfiakban. Ennyi az. És hát ebből majdnem 10 évig egy igen. Egy igazi boldogság lesz egy boldog. Bejárták a világot. Tehát én minden magyar nyugdíjasnak azt a teljes szívemből ezt kívánnám, hogy utaztak, éltek, az anyám bűvészkedett is, tehát amatőr bűvész volt az én stepfatherem is, az anyám is, és úgyhogy kimentem, és egyszer csak látom, hogy a pedagógus anyukám itt a... ő volt a bűvész, a Magic Clubba volt jegyük, vagy... Uh-huh. Igen. De jó. De aztán 10 év után hazajött? Hát az nem volt egy jó történet. Ugye én nagyon hálás vagyok, ugye 8 évig voltam az RTL-be, nem saját szándékból jöttem el, kirúgtak. Ez történt egyik nap, másik nap a keresztanyám visítva hívott fel, hogy haldoklik az anyád, gyere. Amerikából? Amerikából. Igen. És ugye akkor a fiam 11 éves volt, egy csomó munka, plusz az, hogy mi lesz velem, úristen, meg szűnt az RTL, ami igenis azért egy stabil havi és fix bevételt jelentett, tehát azt ne szépítsük, hogy akkor most hogyan, hogy oldom meg, hogy az anyut, mindegy, nagyon-nagyon bonyolult volt, tehát gyakorlatilag az anyut evakuálni kellett, ő még mindig nem akart hazajönni. De bonyolult volt, maradjunk ennyiben. Nagyon bonyolult volt. Tehát mentőtisztel mentem ki leszervezni, hogy hol fog élni, rendezetlen papírok, itthon Magyarországon. Én nem vagyok ügyes, tehát ez a titkárgurú. Tehát aranyosan telefonálok, és kedves vagyok többnyire mindenkivel, de ügyintézésből én... Az brutális volt. És még 19 hónapig élt az anya. Utána? Igen. És ami lehet, hogy valakinek fájdalmas vagy borzasztó, hogy ott tudtam lenni a végén. Kértem segítő elengedőket a Máltai Szeretetszolgálattól, és az anya úgy ment el, hogy odafeküdtem mellé az ágyba, és simogattam. És nekem ez csodás. Fájdalmas, de nagyon hálás vagyok érte a húgomnak. Írtam, hogy gyere taxiba, most szállj be, keresztlány, ami ott volt. Szóval, hogy igen, egy nagyon szép és teljes élet után, amit az ember kívánhat, hogy úgy lett vége. Nem kínzunk tovább, sárga vagy zöld? Zöld. Zöld, Laci. Akkor egy pillanatra, igen? Hogy a szemét, mert hogy ott van egy ilyen nagy ja. Szemétek volt. Igen, azt jó, oké. Jó, mindjárt pillanat, csak jól.
Keveset aludtam, és akkor nem tudom magam eléggé kontrollálni és fegyelmezni. Hát figyelj, nem baj az. Csak egy olyan kérdés hangzott, hogy ez lett a vége. Nem. Közt minden, nem baj. Nem, picit. Már nem vagyok olyan jó. Figyelj, zsepi. Menj el azért. Akkor ez. Ott, aha. Most alakul a... Uh-huh. Alakulunk? Jó, milyen jó lesz. Elenik. Picit oda puderezhetek? Persze. Ki lehet hozni belőlem az állatot azért, de... Köszönjük szépen. Köszi, köszönöm. Köszönjük. Na, akkor nézzük a zöldet. Mi az igazság? Hogy éltétek meg a pandémia időszakát? Vegyesen. Vegyesen. Amikor, egyébként pont egy tévéstúdióban voltam, amikor én azt hittem, hogy csak viccelnek. És ráadásul a felvétel előtt a többiek, akik ilyen internetezőbbek nálam. És én úgy vagyok, hogy akkor így addig, amíg az adott feladatot nem látom el, akkor ezt így kizárom, hogy ezzel nem akarok. De utána, hát ez most mi lesz? Ez most ez egy vicc, hogy ez egy hét, két hét, világvége, Armageddon, ez most mi? És akkor hazamentünk, jó, hogy nyugodjunk le, valamennyi pici tartalékom van, de én azért nem tudok sokáig otthon, tehát én csecsemő gyerekkel se tudtam én így üldögélni, és csak ez legyen. És akkor én rögtön kitaláltam kettő dolgot. Egyrészt, hogy önkénteskedek, és bejelentkeztem az önkormányzatnál. Másrészt, meg elmegyek árufeltöltőnek. De miért árufeltöltőnek? Mert ezt pillanatnyilag jó, hát miért? Nehogy az volt, amivel élve akkor és ott jobb ötletem nem volt. Azért, az jött valakit feltöltő, jó, kipróbál. Tehát inkább és ilyen szósletre. És milyen árufeltöltőnek lenni? Hát meg egyrészt mit mondani? Nem éreztem azt, hogy pályát szeretnék módosítani. Olyan helyen volt a árufeltölt, és pár napig, tehát nem kell könnyezni, hogy ahol nem kellett találkoznom a vevőkkel, csak ugye a munkatársaimmal. Hát csak oké, tehát és boltos vagy, és felhívnak, hogy szia, Détár Renikő vagyok, jelentkeznék az elnökbe. Nem, ez egy ilyen bio, meg mindenféle ilyen egészségügyi, meg egészséges ételeket. Tehát ezt nem tudom elmondani, hogy mennyi minden van. Azért az nehéz, ugye, és ráadásul, hát élteskorok miatt, ugye, mert olvasó szemüvekkel, hogy nézd a vonalkódokat, meg a számokat. Tehát az előbb meg azt mondtad, hogy az ilyenekben nem vagy annyira jó, hogy tehát rendszerezni igen, a dolgokat. Igen, de fél bátor vagyok. Azt tudtam, jó, hogy annál, hogyha valami géphez kéne, tehát az ott csődbe menj a cég. De ezt azért így szemüveg, maszk, tudod, kis létrát viszed, mászkálsz föl, pár napig csináltam. És akkor közben ugye az önkénteskedést is csináltam, és négy kis nyugdíjasom, három néni, meg egy bácsi, nagyon édesek. Azt végigcsináltam három hónapig. Uh-huh. Ezt az árufeltöltést, ezt nagyon hamar elengedtem. Legnagyobb tisztelettel, aki ezt tudja. Ez egy monoton munka, van, aki erre alkalmas, van, aki másra, tehát azt hiszem, hogy hosszú távon. Akkor elsősorban, hogyha jól értem, akkor nem is csak az egzisztenciális paravitte, hanem tapasztalás, élet, volna. Tapasztalás, aha, valami, igen. Aha. Igen, tehát hogy ha már rökhöz vagyunk kötve, akkor ne halljunk meg hülyén, használjuk ki ezt az időt is valamire. Valamire. És én annyira hiszek abban, hogy ez a segíts magadon, Isten is megsegíts, hogy képzeljétek el, hogy ugye bevállaltam a kis nyugdíjasaimat, bevállaltam az árufeltöltőt. A legborzasztóbb a koránkelés volt. Mm. Mert ott már fél nyolckor ott kell lenni, tehát mindegy is. Igen, színházi embernek, aki pont az ellenkező ritmushoz szokott, az a hasba rúgás. Ez borzasztó. És hogy tényleg ez a segíts magadon, Isten is megsegíts, hogy ahogy elkezdtem ezt az árufeltöltést, befejeztem délután azért így, és jött egy telefonhívás, és akkor kaptam egy olyan reklámmunkát. Annélkül, hogy így csináltam a kis ujjam. És így megint azon gondolkodtam, hogyha te adsz valami energiát a környezetednek, a világnak, hogy a világ az megsegít. És akkor ezzel együtt azt a három hónapot, ami az önkénteskedés volt, azt végigcsináltam. De ott mit csináltál pontosan a kis nyugdíjasaiddal, ahogy mondod? Napi kapcsolattartás, mindenkinek más gyógyszerbeszerzés, mert ugye akkor jött, hogy felhőbe fel tudott tenni, kajabeszerzés, orvosi
soha felvenni a kapcsolatot, akkor van, akinek ilyen pánikriasztója volt, akkor velük úgy felvenni és a kapcsolatot. És ők nem néztek nagyot, hogy ó, itt van a Détárenikő. Nagyon örültek nekem. De aztán természetessé vált neki. Persze, ez meg az elsőre lehetett szokatlan, és aztán utána látták, hogy jó, hát ez utána már nem a Détárenikő volt, hanem az Enikő. Hanem az Enikő hozta a gyógyszert. Azért az, amik most persze, hogy azt gondolom, hogy van bennem szeretet, és szeretnék adni, meg ha nem az árufeltöltés, akkor egyébként jelentkeztem, hogy betegápolóit elvégzem, de aztán megint jött munka, és nem mindegy. Tehát ami még érdekelne ebből a világból, az ennyi a saját szakmámon túl. De azért, amikor az egyik azt mondja, hogy a tecsóba van leárazva, ja, bocsánat. Nem, nyugodtan. Szóval a krumpli, a 2 kilós kenyér a megint másikba. A másik helyen, viszont a harmadik helyen meg ott a Nescafét adják olcsóbban. Hát akkor azért így csináltam ilyet, és mondtam, hogy találtam egy helyet, ahol még olcsóbb, és akkor inkább gyorsan megvettem, csak ne kelljen annyi helyre menni, mert hol van a... De közben megértem, hogyha valaki a nyugdíjából él, akkor a gyalog is utána megy, és megnézi az újságokat. Tehát közben értettem, csak a tapasztalás, könnyítettem magam. Hogy igazából mondjuk a nyugdíjasokkal való önkénteskedésednek mi lett a tapasztalása, a tapasztalat, amit utána, a 3 hónap az, után hogy, magaddal hoztál? Az, hogy milyen érdekes, hogy aki kvázi bajban van, és ott a Híd családsegítő, annak talán lehet mondani a nevét. Persze. Ami ott Budakeszin működik, hogy oda fordulnak, de hogy ahogy segítséget kapnak, hogy rögtön akarnak adni. Ugye akkor nem lehetett kenyeret mindig, tehát pont ez az időszak, meg én is lefotóztam, hogy milyenek, ugye kifosztották az emberek, mert hogy az áruszállítás mit tudni akadozott, hogy rögtön, hogy van, aki a lekvárt, hogy palántát, hogy virágot. Szóval, hogy az meg olyan megható. Zavarba ejtően megható volt. Ebben a periódusban megint csak olvasás élményből indulok ki. A párodat is el kellett engedned egy időre a pandémia alatt. Ő kiment Spanyolország, neki a bátyja Spanyolországban. Jó meleg helyen élnek a rokonok. Mindegy. Szóval ő meg kiment, ő angoltanár egyébként, és ő meg kiment a bátyjához, és ott nagyon kemény fizikai munkát végzett. Mert hogy itt az angol tanárkodás is. Az is, hát ugye online szutyorogva. Ment. Éppen. Ezt meg bárhonnan lehet. Igen, egyébként volt egy-két tanítványa, akit megtartott kint akit is. Spanyolországból is. Igen. És mennyi ideig volt kint? Egyszer, majdnem 2 hónapig, egyszer pedig 6 hétig. És ebben a periódusban, mert mi a Tomival ugye nem voltunk itthon, mert Dominikán tévéműsort csináltunk, de... Hogy tudott utazni Spanyolország oda? Kezded el, hogy ő tudott. Hát ugye kellett maszk, mit tudom én, mindenféle szabályok, és azokat betartva. Repülővel egyébként. Repülővel. Ja, tehát ez már akkor volt, amikor már lehetett repülni. Igen. De volt szintén a rokonságból olyan, aki beszámolt, hogy 7-en ültek a repülőn. 7-en? Igen. Tehát azért az ugye a költséghatékonyság ott tekintve. Én becsülöm érte, és hogy azt ő is meglépte. Meg ebben az időszakban kaptam, tehát ami életem egyik meghatározó élménye volt a dancing. Én nagyon szerettem volna táncolni, az ott Kerecsendem meg Egerben, hogy tudom én, vagy nem, ezt tartották fontosnak a szüleim. És akkor angol tagozatra járattak, meg zongorázni. Hát, aki egy hozzáteszem neked, ezt, ha most a Dancing with the Stars-t említed, és hála Istennek nem én mondtam, mert én nem is mondhatnám, te mondtad, hogy 64-ben születtél. Igen. Azért magunk között szólva, hát le a kalappal ember. Olyan őrült energiát pakoltál oda le, hogy ez egy picit a segítői részt, amiről meséltél, is visszaigazolja. Tehát, hogyha valaki... Na jó, de a lépéseket is tudta, tehát nem csak energia volt benne, hanem azért fontos is volt. Hát igen. Mondjuk, igen. Energiát mondjuk lehet, neked is én, van, én, csak nem én biztos, annyi energiát beletennék, mint az állat, csak közben hasra esnék. De az egyébként azért volt egy csodás tapasztalás, mert hogy én magam is megleptem. De mi? Hát azt mondtad, hogy annyira szerettem volna. Szerettem volna, igen, de én nem vagyok képzett táncos, és aki...
De a főiskolán kezdtem el táncolgatni, aztán volt, hogy hónapok, évek kimaradtak. 30 évesen kezdtem el balettozni, amikor már abba hagyják mások. Tehát akkor utána azt is abba hagytam. De hogy mire lesz még alkalmas a testem, uh-huh. a beletett munka. Hát azért, gyerekek, azért reggel volt olyan, hogy este még pörgök, forgok, azt tudtam, hogy viszonylag hajlékony vagyok, azon lehet még. De hogy így a hálószoba fenn van az emeleten. Jaj, de nagy a baj. Mama, gyere le. És akkor utána tudod, beindulnak a berosdásodott testrészeid. Hát és aztán újra a színpadon. És akkor újra tolod a sót. Hát nagyon jó volt egyébként. Nagyon. Nagyon az utolsó borítékban az én kérdésem. Mi az igazság? Igaz-e, hogy az idő múlásával bölcsebbé válik az ember? Ó, azt nem tudom, hogy az igazság-e, csak egy vágy a részemben. Igen, igen, ezt alátámasztom. A vágy. Igen, vagy időnként akkor, hogy remélem, talán már, ugye most már lassan bölcs leszek. Ennyi, legalább ennyi. De nem érzed, hogy bölcsebb vagy? Bizonyos kérdésre. Néha igen, aztán én itt saját magam fejére is szoktam így koppintani, hogy már megint mit csinál, már meg mit csináltam, már meg mit csináltam. De hogy tényleg, ami az öregedésnek, az érésnek, hogy akkor, ha nem öregedésnek hívod, hanem érésnek ezt a folyamatot, és egy megállíthatatlan folyamat, csak be tudod húzni a kéziféket. Tök mindegy, hogy mit eszel, mit sportolsz, mit varratsz, mit fújatsz, mit, nem tudom, micsoda. Az akkor is elindul egy, gyakorlatilag 25 éves korunktól elindul egy lejtő, amit, hogy ne csúsz, esetleg néha kapaszkodj, az csak akkor, hogyha én azt fogalmaztam meg magamnak, hogy egy ilyen mindennapi, ne is hívjuk meditációnak, az túl nagyképű, de hogy a minden nap gondolkodni az aznapról, az aznapi cselekedeteidről, a mit hibáztam, miben voltam jó, meg elfogadni magunkat a butaságainkkal, és hogy megtanulni szeretni magunkat. És csak az aznappal kapcsolatban gondolkodsz? Tehát például mondjuk a múlttal kapcsolatban? Van, amikor szoktam, dehogy nem. Csak nagyon az megragad bennem, hogy mondtad, hogy 19 évesen dobbantani akartál Amerikába, csak aztán igen. Ugye a nagy szerelem és a gyerekeid apja miatt végül itt igen. Maradtál. Azt egy kicsit még arról mesélsz, hogy, nem, hogy akkor bánom. Mi volt a vágyad? És hogy igen, és hogy bánod-e, hogy akkor nem dobban? Jó, van két gyerek, tehát hogy nyilván nem. De az akkor fel sem merült bennem, hogy én egyedül. Lehet, hogy hamburgert árulnék, görgkocsolyával roppant erősen, és nyilván barnább lenni. Az a pálya, ami itt ez adatott neked, az Amerikában nem biztos, hogy bejött volna. Valószínűbb, hogy nem. Tehát nem lenne a déterenikő, mint igen, ahogy Magyarországon. Figyelj, mi a több, meg mi a kevesebb? Azt ki mondja meg? Mi a több, meg mi a kevesebb? Tehát, hogy akkor már főiskolára jártam? Még nem? Főiskolás volt. De már főiskolás már fölvettek. Voltam. Igen. Mert elsőre nem vettek föl, mert elhűlted. Hát. Igen. Vagy nem. Hát azt olvastuk, hogy elhűlted. Igen, hát, azt olvastuk, hogy elhűlted. Autostoppal mentem, és citerával. Amit... Autostoppal és citerával. Citerával, mind a kettő sarkóba. És mind a kettő igaz. Igen. Ráadásul dupla citerával stoppoltam, ami... Volt az alapcitera és a primcitera rajta. Tehát de tudtál azon játszani? Én 10 évig népzenéltem, meg zenekart vezettem gyerekekkel, bocs. Jó, elnézést. Hát, bocs. Még rá. Az ilyen dupla citera, meg minden. Jó, igen. Na, szóval azzal... Mondjuk egyébként egy kicsit megvőgsejtöd, mert a felvételire vicc citerát ide nem hozod. Egyébként most csinálják, képzeld, de most úrozzák, mert pont évekig állt, és na. És... Hát ez lehangolódott. És lapos sarkú, loknis szoknya, tehát a Best of Moriczka az is. Tehát ez... és matróz, galéros blues főiskolá. És akkor mondták, hogy köszönjük, értjük. Nem, döbbenten néztek, mert ugyanis én letettem a citerát, így a felvételiztetők ott ültek, meg így leraktam, ez hamis, és elkezdtem hangolni. A citerát. A citerát. Teljes komolysággal. Orvos kell hívni hozzá.
Tehát szerintem úgy néztek rám, hogy itt nagyon nagy a baj. Megtenné, hogy jövőre újra jön. Vagy ne is. Vagy nem. Annyi sok szép szakma van. Tessék egy másikat keresni. De aztán mégis mentél és fölvettek. De hogyha közvetlenül a citerás akciód után történik meg ez a Miami-ba dobbantok érzés, akkor kimentél volna? Képzeld, akkor nem az jutott eszembe, hanem... Hát egyrészt az, hogy itt van vége az életemnek. Mm-hmm. Ez ugye autóstoppal vissza, akkor már Egerben laktunk az anyámmal. Aztán mégiscsak le kéne érettségizni, és a matek jegyeim azt azért így... Tehát ugye az életösztön, hogy mi a következő feladat. Aztán én harmadik nap bedaroltattam a hajamat, borzasztóan állt, az anyám döbbenten nézett, és aztán felvettem a kapcsolatot a matek tanárnővel. Igen. És aztán azt gondoltam, hogy én gyógypedagógus leszek, volt akkor életem első szerelme, gyorsan férjhez megyek, levelezőn fogom végezni, és szülök. És el is mentem a Gyermek és Ifjúságvédő Intézetbe, mindenki ügyenek nézett 18 évesen, ahol a bűnöző gyerekektől az árva gyerekig mindegy. Ott is lehúztam 3 hónapot. Uh-huh. Érdemeim elismerése mellett teljes joggal rúgtak ki. Jó, hát ez így jó, alakult. Jó, hát van dolgok. Én most megnézném a te igazságodat. Én is. Na. Igazából prózai osztályba szerettem volna kerülni a színművészeti főiskolán, de visszatekintve hálás vagyok a sorsnak, hogy nem így történt. Hát majdnem ezt kezdtétek el boncolgatni. Igen. Igen. Volt ez most igen, már. Igen, tényleg így. Idén. Hát 40 éve. Gyerekek, most már egy 40 éve lesz, hogy színpadon vagyok, mert a főiskolával együtt. Én akkor tényleg gyógypedagógus akartam lenni, hogy akkor így bele az élet sűrűjébe, tehát hogy nem pedagógus, mint az anyám, mert az nem érdekel, hanem... És az tényleg nagyon kemény hely, tehát ahol... A javító intézet és az árvász közötti ilyen. Mindegy, oda mentem, aztán valakivel összejöttem, fedje nevét, Balladai Homály. Jó, oké, nem fedje. Fogom elmondani. Rendben. Tényleg nem fogom, de nem meg, megköszöntem neki, mindegy. Igen. És akkor, hát ő eljött velem diszkóba, mindig csak nézte, hogy tekereg ez a csajszi. És akkor mondta, hogy de te miért gyógypedagógus, és hogy te miért nem jelentkezel zenész szakra? Hát jó, hát jártam zenéskörbe, azt se tudtam micsoda. Fogalmam, hogy zenés osztály, az mit jelent? És akkor egyszerre csak egy helyre lehetett beadni, hogy vagy zenés, vagy próza. Aha. Igazából neki köszönhetem, hogy akkor így, hogy így vissza. Uh-huh. Igen. Nyilván, ha ő nem jön, akkor lehet, hogy egy-két év múlva megpróbálom, de hát aztán meg kiesel abból az időszakból, ahol életem végéig hálás leszek neki, és ezt többször meg is osztottam. De miért lett végül is jobb, hogy a zenés osztályban mentél, és nem a prózaiban, hát mint ahol azért egyrészt, ahogy én elképzeltem gyereklányként, én filmezni szerettem volna, és drámai szerepeket. Visszatekintve, ugye Magyarországon ami film, pláne ami olyan, ami engem érdekel. Egyébként én sokkal többet nézek drámát, vagy pszichoszrillert, a filmet, mint zenéset, vagy végjátékot. De pont a túlérzékenységem miatt, amit nagyon sokszor butasággal, vagy inkább gondoljanak felületesnek, inkább így kompenzálok. Nyilván mindannyiunknak van egy ilyen állarca, amivel túlélünk. Vagy legalábbis én ezt gondolom. Nyilván az enyém az volt, hogy én olyan kis szertelen vagyok, és ketyós, és... De igazából, amire vágytam volna, az, hogy drámai szerepeket abba belehelyezkedni. És visszatekintve nem biztos, hogy pláne az akkori személyiségem, hogy be tudsz lépni valamibe, le tudsz menni mélyre, de vissza is tudsz jönni belőle. Az nem lett volna rá alkalmas. És amit én kifelé sugároztam, és tompikáztam, kompenzáltam, jól, rosszul, mindegy is, az nem biztos, hogy azt sugározta volna sok ember felé.
Meg ez nem a te lelki alkatod lett volna. Tehát lemész, mert onnan vissza is kell jönni. Vissza kell tudni. Viszont, hogyha lemarad az ember, na ott vége. Ott, hogy vége. És akkor nem tudtam volna. Aztán megadta az élet egyébként. Képzeljétek el, olyan érdekes, hogy pont két külföldi filmben forgattam, ami szerepet nem Statkó. Az egyik a Bűn és bűnhődés Dosztojevszki, és abban Jelizavetát, akit, nézd, jól mondom a nevét, akit megöl ugye a főszereplő, és a Patrick Dempsey végzett velem, akkor még nem volt világhírű ugye az ismert sorozatból. És nagyon érdekes, hogy pont arra választottak, tehát fénykép alapján. És a másik, az meg, ott meg blöffeltem, a németül semmilyen szinten nem beszélek, csak játszottam az Evitát, meg még egy szerepet, és csak annyit tudtam meg. Körülbelül egy 100 szavas német szókincsel írtam akkor, és angolul folyt a casting, és akkor mondták, hogy valami kéne németül. Kattogtak a kerekek, hogy doin. Az Evitából mondtál valamit? Tessék? Az Evitából kezdtél? Az Evita halotti beszédét mondtam el prózába, ami Hochdeutsch-ra volt, és ez egy ilyen szerep volt, és akkor megkaptam, és Németországba forgattam. Aha. És az is egy ilyen komolyabb szerep volt. Meg amiket... Én rögtön mondtam volna Stuttgart. Tessék, kérdezz. Wie nur eine Schauspielerin. Azt hiszem, hogy hogy van a Don't Cry for me németül. Weinigt um mich. Képzeld el, hogy 26 éve. Weinigt um mich. Argentinien. Ich habe dich. Argentinien ráadásul. Gyerekek, 4 évig tanultam németül, de hát. In schweren Zeiten. Stuttgart. Ott leragadtam. Egyébként már nem tudnám elénekelni, de 1 hét alatt visszatudnék, vagy 3 nap alatt, tehát német tanárral, mert német. Tehát a visszajönne. Tehát ez egy nagyon állás vagyok. Ez egy mesterség egyébként. Ma ez mert miközben nem beszélek németni, és akkor egyszer csak mondják, hogy mondjon valamit németül, és elkezd idézni az Evitából, és azt hiszed, hát ez hol? Milyen jó. Ja, hogy ő színész. Hát úgy könnyű. Ja, de hát közben meg ugye német szöveget azt én német anyanyelvűvel tanultam meg, de hát ugye, hogy mindent pontosan tudjak, és ne csak telefonkönyv, amit szoktak mondani, hogy egy színész a telefonkönyvet is. Ne, azért tudjam, hogy miről beszélek a számmal. És az édes rendező, aki átért néhány mondatot. És hát éjszaka telefonáltam, tudod, hogy vedd föl könyörgöm, hogy mi ez, mit jelent, mert szégyeltem, hogy angolul beszélgettünk a forgatás alatt, hogy ezt én képes legyek bepuszilni egy általam. Tehát azért ott volt para, de túléltük azt is. Na jó. Mert mindent túlélsz, te ilyen vagy. És ezt most végül, hogy mondjam, személyesen is megtapasztaltuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm én is. És köszönjük további szépen. Jó táncolást az életben. Köszönöm szépen nektek, és minden jót, ahogy szeretnétek úgy. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.